Emlékeznek még, hogy 3 éve egy szeptemberi reggelen 7 percet késtünk, mert sérült hattyút mentettünk a sínekről a Dunahídon. Ám ez csak egy héves állatos történet a közelmúltból. Idézzünk fel párat az Állatok Világnapja alkalmából. Egyszer csak azt tapasztaltam Cinkota állomás után, és Mátyásföld alsó között az előjelző környékén, mintha egy teknős láttam volna a sínszál mellett, közvetlenül. Következő körben, már akkor lassabban haladtam, akkor észrevettem, hogy tényleg valójában ott van egy teknős. A diszpécsernek szóltam, hogy meg szeretném menteni ezt a kis teknőst, már nagyon a sínszál mellett volt, féltem, hogy nehogy baja essen szegénynek. Megálltam, és akkor felszedtem, majd ősvezetőre bementem, bevittem, egy dobozba lett rakva, majd visszafele a cinkotán odaadtam a diszpécsernek, hogy amíg végzek, vigyázzon rá, majd szolgálat végzéskor elvittem a naplástóba, mivel ez egy mocsári teknős, így nagyon jó otthona lett neki a naplástóba. Kerepes állomáson kóborolt egy kutya. Az itt dolgozó szolgálattevő szólt nekem, mivel én is szolgálattevő vagyok, és a szomszédban dolgoztam, csak korábban végeztem. Elvittem állatorvoshoz, a csip alapján a kutya Szegedről került ide, és egy külföldi telefonszám volt megadva, amin nem értek utal a gazdit. Több órás nyomozás után a kutyát elvittem a gödöllői gyepmesteri telepre, és az ő segítségükkel meglett a tulajdonos, így délután a kutya már otthon volt. Mi hévesek odafigyelünk az állatokra, és szeretjük őket. Cinkotán például a pályafenntartási cicák megkülönböztetett figyelemben részesülnek, a diszpécseri szobában lassan 20 éve halak vannak. Munkatársaink kutyabarátok a legkülönbözőbb méretben és fajtában. Túlzások nélkül mindenféle állat előfordul kollégáinknál. Ma van az Állatok Világnapja, Isten éltesse őket!